Minden iskolai szünetben így most a nyári vakáció alkalmával is meleg ételhez juthatnak a hátrányos helyzetben élő családok gyermekei. Országszerte több mint 200 ezer gyermek részesülhet napi egyszeri ingyenes étkeztetésben. Az egyik legfontosabb fejlesztés az a tanév során biztosított intézményes gyerekétkeztetés rendkívüli kibővítése volt. Gondoljunk arra, hogy 6 évesnél fiatalabb gyerekek esetében, óvodában, bölcsődében szinte mindenki, 80-90% a gyerekeknek ma már ingyen, teljesen ingyen étkezik. A másik fontos fejlesztés pedig az volt, ez 2016, a tavalyi év, hogy a nyári gyerekétkeztetést jelentősen kibővítettük. Ma már nem önkormányzatok szabadon választható feladata, hanem kötelező feladata, és nem csak a nyáron, hanem mind a 4 szülidőben gondoskodni kell erről. Ez a két intézkedés együtt azt eredményezte, hogy a 2010-es 29 milliárd forintról jövőre már 79 milliárd forintra nő a gyerekétkeztetésre szánt összeg. Az ingyenes étkeztetés lehetősége a szünidőre szól, ami az iskolákban pénteken megkezdődik, az óvodákban, bölcsődékben pedig településenként és intézményenként is változhat. Annak érdekében, hogy már a szünet elejétől tudjon élni a gyermek ezzel a lehetőséggel, érdemes ezekben a napokban beadni a kérelmet a helyi jegyzőhöz.